A szolnoki törvényszék másodfokon felfüggesztett helyett 1 év 7 hónap végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, és 2 évre a közügyektől is eltiltotta azt a 34 éves büntetlen előéletű, kistestű kutyák tenyésztésével foglalkozó férfit, aki időközben elhunyt édesanyjával 2018, majd 2020 nyarán Karcagon egy ismeretlen román állampolgárságú férfival műtéti úton összesen 70 darab kiskutya hangszálát vágatta ki azért, hogy ne vagy csak halkan ugassanak, így a lakó környezetükben ne észleljék a nagyszámú kutyatartását. A kiszabott szabadságvesztés végrehajtását próbaidőre felfüggesztő rendelkezést mellőzi, a szabadságvesztés végrehajtási fokozatát fogházban állapítja meg, a vádlottat 2 év közügyekről eltiltásra is ítéli, a vádlott a szabadságvesztés büntetésből a büntetés fele részének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyja, az ítélet ellen nincs helye fellebezésnek. Büntetését fogházban kell letöltenie. A férfi tettéért a karcagi járásbíróság 2023. március 8-án társtettesként elkövetett állatkínzás büntette miatt 1 év 7 hónap, 3 évi próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte. Ő is védője is tudomásul vette az elsőfokú bíróság ítéletét, az ügyészség azonban a vádlott terhére súlyosításért fellebbezett. Lényegében a büntetés kiszabással kapcsolatos körülmények voltak igazán hangsúlyosak, illetve az arra vonatkozó ügyészi fellebezés, hogy a vádlottal szemben ne felfüggesztett szabadságvesztés büntetést, hanem végrehajtandó szabadságvesztés szabjon ki a bíróság. Nyilván az elsőfokú bíróság aként mérlegelte a büntetés kiszabási körülményeket, hogy lehetőséget látott a vádlott vonatkozásában a végrehajtás felfüggesztésére. E körben mindenféleképpen utalni kell arra, hogy valóban a cselekmény elkövetésekor a cselekmény büntetési tétele az 3 évig terjedő szabadságvesztés volt, illetve hogy valóban a vádlott egy viszonylag fiatal, bár büntetőjogi értelemben már nem fiatal felnőtt, de egy viszonylag fiatal ember, aki büntetlen előilletű, tehát így önmagában a cselekménynek a büntetési tétele folytán nem egy rendkívül súlyos cselekményről lenne szó. Tehát ezeket és az egészségi állapotot értékelte úgy az elsőfokú bíróság, hogy lehetőség van a büntetés végrehajtásának a felfüggesztésére. Értelemszerűen a kihirdetettekből kitűnően a törvényszéknek más volt az álláspontja ezzel kapcsolatban. Kétségtelen tény, hogy mindössze, idézőjelben a mindösszét, egy 3 éves büntetési tételű cselekményben állapította meg a bíróság a vádlott bűnösségét. Ugyanakkor azonban olyan volumenű cselekményről van szó, amely már mindenféleképpen túlmutat az egyéni megelőzés keretein. A törvényszék ítélkezési területén ez egy kirívóan súlyos cselekmény mindenféleképpen az állatkínzás jellegű cselekmények vonatkozásában. Azt lehet mondani, hogy nem volt még ilyen volumenű cselekmény lényegében. Rendkívül nagy számú a cselekménnyel érintett állatoknak a száma. Nyilván itt az állatok száma nem alapoz megrendeliséget természetesen, de összességében azért egy olyan állatkínzás, ahol egy vagy csak néhány, tehát kis számú állat érintett, és egy olyan, ahol közel 150, azért nyilván nem egyféleképpen vagy egyformán bírálandó áll. Itt azért igen nagy számú állatról van szó. Az állatok mintegy felénél be is következett a maradandó egészségkárosodás ezzel a hangszalag átvágással, illetőleg azokkal a betegségekkel, amelyeket okozott a vádlottnak és társának a magatartása. Ehhez képest a további állatok vonatkozásában pedig megállapítható volt, hogy ott is a bánásmód az igazából alkalmas volt
súlyosabb károsodásnak az okozására. Tehát összességében olyan volumenű a cselekmény, amely esetében már inkább az általános megelőzés követelményei kerülnek előtérbe, és annak ellenére, hogy a vádlott vonatkozásában kedvezőek a személyi körülmények, és annak ellenére, hogy első büntényes, emiatt, tehát a cselekmény volumene miatt a törvényszék álláspontja az volt, hogy a büntetés céljait a végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása szolgálja megfelelően. A szolnoki törvényszék a meghozott másodfokú ítéletével az ügy jogerősen befejeződött.